A megyei nyugdíjas szervezetek vezetői tanácskoztak hétfőn a kulturális központban. A Somogyi Szövetség vezetője hangoztatta, tovább romlott a helyzetük. A somogyi nyugdíjak azok 8-9 ezer forinttal elmaradnak az országos átlagtól, tehát ez már önmagában egy negatív jelenség. A másik dolog pedig az, hogy a megyék rangsorában is a 16. helyen állnak a somogyi átlag nyugdíj. A Somogy megyei nyugdíjasoknak kb. 70%-a az még a megyei átlag alatt is, a megyei átlagtól is elmarad. Ráadásul az alkalmazásban állók bére és a nyugdíjak között folyamatosan nyílik az olló. 4 éve még az átlag nyugdíjak csak nem elérték az átlagbérek 3/4-ét. Idén már alig haladják meg a felét. A helyzetet tovább súlyosbítja a nyugdíjemelés módszere. A szövetség 8 éve hangoztatja, az infláció követő emelés a nyugdíjasok többségének elszegényedéséhez vezet. Csak a 200 ezer forinton fölüli nyugdíjaknál érzékelhető, valamelyest az ő életszínvonaluk emelkedik, viszont az országos átlag alatt is az a kétharmada a nyugdíjasoknak folyamatosan csökken, tehát egy, a mi véleményünk szerint elszegényedés van az átlag alatti nyugdíjak esetében. Ez Magyarországon 1.300.000 szépkorú problémája. Az ő nyugdíjuknak a vásárlóértéke folyamatosan csökken. Elsősorban emiatt írt egy petíciót az Országos Nyugdíjas Parlament. Ebben kinyilvánították, hogy több tűrhetetlen dolog történt az elmúlt években. Egyebek között eltűnt a magyar emberek 3000 milliárd forintnyi magánnyugdíjpénztári megtakarítása. A 10,5%-os bérkiáramlás növekedésével szemben jóval kisebb arányban emelkedtek a nyugdíjak. Hogy lehet az, hogy a 27%-os áfa talán senkit nem sújt annyira, mint éppen azokat, akik egész nap otthon vannak? Hogy lehet az, hogy az infláció mellett, vagy ennek ellenére nem születik igazi vizsgálat a nyugdíjas fogyasztói kosárról, mert hát az élelmiszer, a gyógyszer és az energia, amit jellemzően a nyugdíjas használ. Tehát ezek azok a dolgok, amik folyamatos leszakadást garantálnak, ha szabad így mondani, és hát egy bérfelzárkóztatás mellett illene erre is gondolni. Hozzáfűzte, a legfejlettebb államokat tömörítő gazdasági szervezet az OECD tagországai közül 20-at vizsgáltak meg legutóbb ebből a szempontból. És a 20-ból a nyugdíjasok jövedelmét és helyzetét illetően 20-ak vagyunk a sorban. Nem kéne miatt szégyenkezni? Az Országos Nyugdíjas Parlament éppen azért jött létre, hogy összefogja az idősek szervezeteit, és együtt érvényesítsék az érdekeiket. Ezek közül a megyei küldött csoport vezetője a leszakadó nyugdíjjal rendelkezők egyre nagyobb tömegét emelte ki. A legnagyobb probléma az alacsony nyugdíjasoknak a magas száma. Most Somogy megyében vagyunk, Nagyatádon, és szólni kell arról, hogy országosan magas a dél-somogyi minimum nyugdíjból élők, azaz a 28.500-hoz tartozók, és sok még, aki ehhez jön, az 50.000 körüli nyugdíjak, amelyből megélni ma gyógyszert vásárolni nem lehet. A találkozón a megyei közgyűlés elnöke egyebek között az uniós forrásokból fedezett somogyi fejlesztésekről beszélt. Nagyon jelentős fejlődés tapasztalható Nagyatádon és térségében, és az európai uniós források közül, amit a megyei önkormányzat koordinál, ez a területi és településfejlesztési operatív program, röviden úgy hívjuk, hogy TOP. A TOP-os források belül is egy nagyon jelentős 2 milliárd körül, én úgy emlékszem így most fejből, érkezik Nagyatádra, ami nem csak Nagyatádot, hanem az egész térség fejlődését meghatározza. A megjelenteket a házigazdaváros első embere köszöntötte. Tegye fel a kezét az, akinek van mobiltelefonja. Tegyétek fel a kezét, akinek van mobiltelefonja. Ez és az internet használat is jelzi, az idősek mennyire tartanak lépést a változó világgal. Az idősebb generáció mennyire marad megnyitottak. Mennyire tud alkalmazkodni, mennyire tudja beleélni magát abban a helyzetben, amit a változások hoznak. A változások pedig egyre gyorsabban követik egymást, jelezte a polgármester. Egy valami viszont változatlan. Az idősek nyújtanak biztonságot a gyerekeknek és az unokáknak. Számíthatnak rájuk, ahogy a város vezetése is a szépkorúak közösségére. A kétnapos rendezvényen még több a nyugdíjasokat érintő kérdést is megvitattak. Egyebek között a fiatalok külföldre települését és az egészségügy helyzetét.